Itt állunk Zsoldos Péter a háttérben, elmondja nekünk, hogy mit kell erről a romos épületről tudnunk. Az előtérben állok, a épület van a háttérben. Egyébként ez az épület arról híres, hogy ez volt annak idején Kun Béla párt vezérnek a főhadiszállása itt Kenderes szigeten. Most látható, hogy az épület már elég romos állapotban van, nem véletlenül, azért, mert elhagyatott, és az idő megette. Egyébként megtekinthető az épület, ott kell elkérni a kulcsot, könnyen meg lehet ismerni, mert a kutya ugatni fog. Lesz a Balatonnál is ilyen. Nem lesz, ki tudja. Nem lehet tudni még, hogy lesz-e. Mármint a vizeknél előfordul gyakran. Sőt, olyasmi, hogy a kavicsokat is felkapja a szél. Meg a padot. Most egyébként mi lesz, ha nem áll a vízfelszetben? Akkor itt maradunk. Hoztunk esőkabátot. Én hoztatok, mert a kutya hoztam el. Hát nézd meg. Elázok egy. Nekem már mindegy. Ezek neked négy igazi sört, azt komolyan mindegy. Akkor eláztál mi? Amit a látnak önök, ott a képernyőn. Dunántúli meg kicsi északi. Lepnének nem hallani a hangját, de én majd mondom, valami Dunántúlt mondott. Mondhatod. Ez ám Kunhegyes, tudod, ez a település? Most már tudom. Tudod, miről híres ez a templom? Nem. Arról híres, hogy ez Magyarország második legnagyobb református temploma. De melyik az első? És melyik? Na. Esztergom. Nem. Nem, hát az nem református. Akkor ezt kivágjuk. Az első, és ez a második. Jó van, akkor ezt kivágjuk. Nem várunk ki semmit, benne marad a doksi filmben. Igaz, elriasszuk a kapást, fogad. Ja, igazad van. Csak remosztogatják a söröket 500 méterre. Ez az. Hát sajnos nem, tényleg. Szerintem is. El lehet mondani, hogy Zsömi elengedett egy galambot. Nem elengedtem, ahhoz tartottam. Hát tartott út. Ez még talán szélesebb, mint a... A nagy halak, a kis halakat nézzük. Azt a durva, tényleg. Ez már hanyadik állatfaj vagyunk mi, akkor egy volt a izé. De azt se szabad elütni. Sem, eltűnt a templom. És ezt felvettem. Igen. Aha. Onnan jöttünk, és egy nagy aszfalt betonos részre értünk. És itt fogunk ebédelni a tilosban. Igen, ez most tényleg arra van kihegyezve. Narratíva. Narratíva. Az-e a karóhoz. És hát itt fogunk megevédelni. Én, amit hoztam, ez kifli kolbász, ezt így ketté vágtam, hogy könnyebb legyen vinni. Paprika. Még valahol van egy késem, és azzal fogom majd ezt elvágni. Nem lustaság az, hogy amiért harapom a kolbászt. Nem találtam. Találtam egy rímet erre. Na. Ahol a háttér, ott a bánat elszáll. No! Tomi! Tomi, gyere, mert baj van. A táskát Tomi! Belengedted, hogy... Nagyon belengedted!
Majd leszakad. Azt nem is figyeltem. Ó, hát van, hogy ilyenem van. A vagomba. Meg már megy a bába is. Olyan, mint a... Sziki szökevény. Ne tedd tönkre a hüvelygombát. A makkodat. A makkodat beáldozod. Simán kiszedte a gombát. Makkos hogyka. Szarvas gomba, kurva sokat él. Ne dobáld a makkodat. Lábán nincsen cipő. Poloska is van egyébként, tényleg, nem csak borogás. De fotózott sem. Várjál, de akkor... Engedd el. Na, ne menjél be, öreg. Na, jó, menjünk. Zsömi, nem vagy kajás, mert ez jó büdös. Mi az? Mi az? Poloska. Mi az? 23. oldal. Olvassad. Itt vagyunk az Afrika Múzeumban, Balaton Ezerics közelében. Körülöttem a kitikkadt csoporttársaim, akik itt ülnek. Ha megfordul, itt láthatják, ott láthatják a Ungibungit. Ez pedig itt az úgynevezett kocsma rész. A kocsma részen találhatók a asztalok, illetve a padok. És itt jön mindjárt Kocsmár Tamás. Meg szeretném kérdezni, hogy milyen sört szeretnél kérni. Egy kőbányait. Egy kőbányai. Akkor a pincére vigyük rá a kamerát, egy kőbányait kérni. És nekem is jó lenne az. Ötöt. Szeretnék egy dalt előadni az annak idején a PG csoportnak a repertoárjából. Gyilkos hely a homokozó, sok benne a kórokozó. Egy szőke kislányt megaláztam az óvodai babaházban. Jó, menjünk oda. Rapassa meg a kezét. Ott ülsz már. Haraptasd már meg a kezed. De ne féljél. Igen, nem kell. Igen, enged, hogy hat pitt legyen. Csak a végén. Igen, mert látod, ott van az éjjel, az a... Fújja a szél. Zsár-zsár. Mit csinálsz? Vigyázzál. Na, ez megérte elvenni. Elültünk tehát a méltán híres nagyvászonyi szakaszon. Amit ott előttünk látni, az a Balaton felvidéknek a hegyei, illetve Tamás robot ott megy elő. Csapatunkról valamit? Megyünk. És? Pécs egy két irányból fogjuk megtámadni. Az alsó szakasz a Szófő felől, a felső szakasz pedig Nagyvázsony felől. Az egyik az a harcedzett katonák csapata lesz, a másik pedig a harcedzetleneké. Lehet, hogy ők fognak hamarabb odaérni, de mi fogjuk teljesíteni. Így van. Visszafordultak? Na basszus. Ide jönnek és a fejünkre szarnak. Ezt elkerültük, úr de fasza. Még a vezető.
Tamás is ezt mondja, süsfelnap, süsfelnap. Kertek alatt aludaim megfagynak fel, fényes. Tehát ludak, mert aludaim megfagynak, nem darva. A kertek alatt, de az a kertek fölött vannak. Hát a kertek alatt mit keresnének már aludaim? Hát el vannak földelve!